Jól figyeljétek az eget, ahonnan a kutyák is jöttek. Segítség! Vigyázzatok! Nagyon vigyázzatok! Lehet, hogy egyszer két négylábú lény sétál be hozzád, és valaki épp a te szomszédodban fogadja őket örökbe, nem törődve azzal, hogy ők... Mik és Perli? A földön kívüli kutyák! Teljes életnagyságban! Egyenesen az űrből! Kapcsolatba léptünk velük. Dr. Lucas, ezt nézze meg! Ez nagyon érdekes. Tegyem bele még egyet. Én tudtam! Ne tedd ezt most velem! Most biztos azt gondolod, hogy az én hibám. No, lássuk csak. Összetörted a menekülő űrhajónkat. Igen, ez a te hibád! Na hát, vajon hol vagyunk, Perry? Nem tudom, Nick. De azt tudom, hogy mint a régi, híres felfedezőknek, kötelességünk tudományos információkat gyűjtenünk, hogy jobban megérthessük ezt a bolygót. Oké, ez a bolygó felfedezése dolog jól hangzik, de én egy kicsit elfáradtam. Te menj csak előre, én itt maradok és vigyázok a sisakokra. Aha! Velem jössz, akár tetszik, akár nem. Te fedezd csak fel az új világot, ó nagy felfedező, de én itt maradok. Nék, szégyent hozol Kutymónia népére. Ha az anyád most látna, elátkozná a napot, amikor világra... Az anyámat hagyd ki ebből! Elkaplak! A mi bolygónk soha nem lesz a tiétek, ti ismeretlen világ sötét alakjai! Vajon mi volt ez a lény? Tiszta rózsaszín és fényes, azzal a szörcsomóval a fején, fúj! Oda néz, Perry! E
Ez hihetetlen. Pont olyan, mint mi. Akkor megmenekültünk! De mit gondolsz, miért megy ilyen furcsán? Nem tudom. Lehet, hogy beteg. Menjünk és beszéljünk! Ne olyan gyorsan, Nick! Ne feledd, hogy ez egy másik bolygó. Lehet, hogy nem barátságosak. Nick! Te meg mit csinálsz? Alkalmazkodom. Lehet, hogy itt ez a szokás. Én pedig nem akarok faragatlan lenni. Segítségre van szükségünk, ugye tudod? Mondd csak, barátocskám, nem tudod véletlenül, hol van a legközelebbi űrhajó kölcsönző? Idegen. Mi békével jöttünk. Látod? Mennem kell! Majd még találkozunk, pajtikáim! Lehet, hogy csak megpróbálta megtörni a jeget. Egyik házi bulimra se hívom meg, az biztos. Jól van, ez egy kicsit idegesítő volt, de biztosan többen vannak. Szóval, azt mondja, hogy űrlakók szálltak le a szomszédja kertjébe. Igen, így van. És úgy néznek ki, mint a... mint a kutyák. Úgy ugatnak, mint a kutyák, és mégis igazi űrlakók. Igen. Nos, Smith úr, én hiszek önnek. Tényleg? Nem. Nem? Szóval nem. Ezt még meg fogják bánni. Be fogom nekik bizonyítani. Belőlem senki nem fog bolondot csinálni. Várj egy kicsit. Ó, nem. Ezek a lények fogva tartják őket. Jaj, de finom. Ó, sosem akarja abba hagyni. Nagyon rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Ne mondj neki semmit, Nick. Nem tudjuk, hogy megbízható-e. Nick! A nevem Sophia. Hello, neked is. Az én nevem Nick, ő pedig Peri. A kutymó bolygóról jöttünk. Az űrhajónkkal éppen itt landoltunk. És ha bármi másra kíváncsi vagy, ne habozz, kérdezz. Sajnálom, Peri, Sophia kihúzta belőlem. Amúgy pedig rendkívül szép neved van, Sophia. Az égből puttyantatok ide. Igen, mi intelligens lények vagyunk egy másik bolygóról. De kérlek, hagyd abba a barátom szimatolását. Az embereknek egyáltalán nem fogtok tetszeni. Az embereknek? A rózsaszín szörcsomós lények. Ja, igen. Ha rájönnek, hogy ti mások vagytok, elvisznek az állatorvoshoz. És őrülten tértek vissza. Egy másik bolygóról, mi? Bizonyítékot. Reméltem, hogy erre nem kerül sor. Mutasd meg neki, Nick. Peri! Lucy! Lucy! Mi csak kiébredt fel! Boldog szülinapot, Lucy! Szent a lábad, Nick, mögöttünk vannak! Rendben, megvan a probléma. És mi az? Nem fog elindulni. Miért ragadtam itt pont veled? Azt hiszem, mert szerencsés vagy. Nem. Lucy, tudom, hogy legtöbbször nem találom el az ízlésedet.
De ebben az évben olyan ajándékot kapsz tőlem, aminek jobban örülsz majd, mint bárminek a világon. Na hát, vettél nekem egy kutyát? Hurrá! Juhé! Nick, azt hiszem végünk van. Viszlát, Perry, öreg barátom. Hogy nekik milyen szerencséjük van. Imádom őket. De én nem. Úgy értem, én egy... Te vagy a világ legjobb apukája. Nem is egyet kaptam, hanem egyszerre két kutyát. Az én Lucin kedvéért mindenből a legjobbat. Úgy tűnik, hogy itt ragadunk ezen a furcsa bolygón, amíg kitaláljuk, hogyan javítsuk meg az űrhajónkat. Egy szép napon hazatérek, de addig is azzal foglalom el magam, hogy megismerjem ezt a szörnyű helyet és furcsa lakóit. De legalább én vagyok az okosabb. El sem tudom képzelni, milyen nehéz lehet most Nicknek. Ki tudja, milyen szörnyű gondolatok vannak a fejében. Ha kétszer annyira szeretem Sophiát, mint ő engem, akkor ő fél annyira szeret engem, mint ahogy azt ti látjátok. Neki adom szerelmem negyedét, összeadjuk, így lesz köztünk háromnegyed szerelem. Senki sem gondolja, hogy ezek a dolgok soha nem történtek meg, de ugyanakkor senki sem tudja bebizonyítani, hogy nem történtek meg. Ők a földön kívüli kutyák teljes életnagyságban.